Megértettem. Köszöntöm Szántó Féder Ágnest, pszichológust a Kék Egyenlőség Podcastban. A mai adásban egy könyvről fogunk beszélgetni többek között, amelynek ő a szerzője. Ön pedig a fordítója. Én pedig a fordítója, igen. Ezt a könyvet majd be fogom linkelni én a leírásba. Nem csak a könyvről fogunk beszélni, a könyv kapcsán különböző kérdésekről is, és ez a könyv a Szabad Mozgásfejlődés nevű gyermekpszichológiai irányzatról szól, amelynek a gyökere, hát erősen magyar gyökerű ez az irányzat. Ha itt két évszámot kéne kiemelnem, elég régre nyúlik vissza ez az irányzat, 1936 és 1946, ugye 1936 az év, amikor Pikler Emmi megírja a Mit tud már a baba, ugye ez a címe a könyvnek, igen. És 1946-ban pedig elkezdi a működését a Lóczi Csecsemő Otthon, és akkor önt arra kérném, hogy hogyan kerül Pikler Emmi a képbe, és hogyan kerül a Lóczi Csecsemő Otthon, ugye, ami a Budapest második kerületben található, és még mindig működik, ugye? Jól gondolom. Nem. Sajnos nem. A Csecsemő Otthon már nem, de ott helyben egy hasonló szellemű bölcsőde működik most. Uh-huh. Na akkor ki volt Pikler Emmi, és mit köszönhetünk neki, illetve az irányzat mit köszönhet neki? Pikler Emmi gyerekorvos volt, elsősorban Bécsben tanult, és aztán Magyarországon, mint családi gyermekorvos foglalkozott, vagy egy kb. 100 családdal, 100 gyereknek a nevelését irányította. A németországi és ausztriai időkből bekapcsolódott egy olyan mozgalomba, illetve olyan tanárai voltak, akik felhívták a figyelmét a mozgás lehetőségeire és a mozgás jelentőségére a mindennapi életünkben. Úgyhogy ő ott már egyik számára lényeges dolgot megtanult, hogy hogyan tud az ember a saját testével úgy bánni, hogy jó érzése legyen, és hogy jó helyzeteket vegyen föl, és hogy jól mozogjon végül is összefoglalva. Úgyhogy ez a gyökere tulajdonképpen, egyik gyökere. A másik gyökere pedig a Pikler Emminek a úgy mondhatjuk pedagógiai felfogása, ami a 30-as években kivirágzott új pedagógia címszó alatt, Frenne, de Croly és más nevekhez kapcsolódik. És ezeknek a lényege az volt, hogy ahogy azt a kérdést ön később föl is teszi, mit jelent az, hogy komolyan venni a gyereket. Úgyhogy ez a két gyökér az, amire épült, de a 10 éves gyerekorvosi gyakorlata volt végül is a igazi gyakorlati alapnak az ő későbbi munkásságának. Tehát ő családról családra járt, és ott volt lehetősége megfigyelni azt, hogy hogyan fejlődik egy gyereknek a mozgása, hogyan lesz harmonikus vagy nem harmonikus egy gyereknek a különböző statikus, dinamikus mozgása, tehát a különböző testhelyzetei, illetve a különböző helyzetváltoztatásai. Akkor hogyan kerül a képbe a Lóczi gyermekotthon? Ha sarkosan akarom föltenni a kérdést, akkor talán itt egyfajta kísérletről volt szó? Hát nem így mondanám, hogy azzá válik, mert természetesen odafigyelt, hogy mit csinál. De lényegében arról volt szó, hogy a háború után nagyon sok gyerek került úgy a életbe, hogy nem volt megfelelő családja az háború utáni helyzetben, mint tudjuk, sokszor vannak ilyen gyerekek, akik mégis senkinek se kellene. Úgyhogy az állam megbízta őt, hogy egy csecsemőotthont alapítson. Olyan emberek bízták meg erről, ezzel, akik ismerték az ő munkáját. És ez azért érdekes, mert más csecsemőotthonok léteztek, de világviszonylatban voltak olyan tanulmányok, hogy ezekben a csecsemőotthonokban bizony nagyon rossz körülmények között nőnek fel a gyerekek, és főleg ilyen társadalmi viszonylatban úgynevezett hospitalizmus áldozatai lesznek, aminek az a lényege, hogy nem tudnak igazán szeretni, meg nem tudnak, az intellektuális fejlődésük lemaradt, stb. Úgyhogy Pikler Emmi eleve úgy kezdte az intézetét, úgy alapított, azzal az alapgondolattal alapította meg az intézetet, hogy ennek a hospitalizmusnak ne legyen helye az ő intézményében. Uh-huh.
Most mondjam, mi az alapja? Igen. Hát ennek aztán végül is az alapgondolatok mindebből a családi tapasztalatból és természetesen a saját humanizmusából eredtek, amennyiben a családokban látta, hogy hogyan fejlődik egy egészségesen fejlődő gyerek, és ezt akarta ő reprodukálni az intézményben. Ez egy érdekes dolog a részéről, hogy nagyon élete végéig is nagyon sokat megfigyelt. Nem csak figyelt, hanem megfigyelt. Ami annyit jelent, hogy hosszan és részletesen látni, hogy hogyan viselkednek a gyerekek. És az volt mindig az alapelve, hogy az a gyerek fejlődik jól, akinek a viselkedése hasonlít a családi gyerekek viselkedéséhez. Nem a mindennapi helyzetet akarta családiassá tenni, mert úgy gondolta, hogy ez nem egy igazi hozzáállás, hiszen a gondozónők nem az anyja a gyerekeknek. Tehát az egy hamis alap lenne. Hanem az, hogy a gyerekek viselkedéséből leszűrni, hogy azok most egészségesen fejlődnek-e, és ennek alapja egyfajta hozzáállás volt valóban a felnőtt részéről, amit ő és a közeli segítsége, egy Mári nevezetű ápolónő, akivel évek óta együtt dolgozott, ők ketten tulajdonképpen, ők ketten hozták létre az intézményt, és ők ketten voltak felelősek, főleg a legelején, a gondozónők képzéséért. Uh-huh. Aminek a lényege az utánzás volt, ezt nagyon fontosnak tartom, ahogy ők nyúltak a gyerekekhez, tehát ő és ez a Mári ápolónő, illetve hát gyereknevelőnő, ahogy ők nyúltak a gyerekekhez, úgy tanították az új gondozónőket arra, hogy hogyan is kell bánni egy kisgyerekkel. Akkor még kevés volt a szó, sokkal több volt az aktus ebben az első periódusban. Azért fogalmaztam ennyire sarkosan, nem akarom tényleg itt a kísérlet szót nagyon hangsúlyozni, inkább az, hogy számomra ez nagyon megdöbbentő, hogy még egy ilyen nehezített pályán, nehezített közegben is, mint egy gyerek otthon, ugye egy rengeteg hadiárva is nevelkedett, ha jól tudom. Tehát, hogy az volt a célja a Pikler Emminek, hogy bebizonyítsa, hogy még ennyire, az ideálistól ennyire távol eső közegben is, hogyha az ember megfelelően viszonyul a kisgyerekhez, csecsemőhöz, megadja neki a törődést, a megfelelő odafigyelést, megteremti számára a megfelelő környezetet, akkor rengeteg mindent el lehet érni, és tulajdonképpen többé-kevésbé harmonikus gyereket lehet nevelni, akkor is, hogyha, még akkor is, hogyha ugye szülei nem lévén a gondozóknak a gondjaira vannak bízva ezek a gyerekek. Valóban ez volt a célja, de mondjuk mindig a fogalmazás körül vannak a gondok, hogy nem az volt a célja, hogy ez bebizonyítsa, hanem az volt a célja, hogy ez legyen a gyerekekből. Hogy azután kiderült, hogy ez sikerült, elmondhatjuk, hogy jól sikerült. Na most ezt azért meg kell mondani, hogy kb. 15 évvel az intézet alapítása után egy nemzetközi segítséggel, tehát az OMS, ami a svájci világ egészségi szervezet, most nem jut eszembe magyarul a neve, az ők hozzájárulásával egy nagyméretű kutatást rendeztek, hogy utána nézenek, hogy mi lett azokból a gyerekekből, aki az első 1-2-3 évét a Lúci intézetben töltötte. És a tanulság valóban ebből bizonyosodik be tulajdonképpen, hogy mennyire jó volt ez a munka, hogy amit az elején említettem, hogy milyen jelei vannak a hospitalizmusnak, ezek a gyerekek nem mutattak ilyen jeleket, tehát egyrészt mindazok, akik maguk családot alapítottak, bocsánat, ez már egy későbbi újabb kutatás kellett, hogy mert 15 évvel később még túl fiatalok voltak, de egy későbbi kutatáson 22 olyan gyereket találtak, akinek az egyik szülője a Lóciban nevelkedett, és ezek mind a családjukban szeretett körülmények között nevelkedtek. Most visszatérve az eredeti kutatáshoz, a gyerekeknek az iskolázottsága megfelelt a szociális nívónak, amiben végül is tovább nevelkedtek a Lóci után.
kivéve egy pluszt, amennyiben még egy egyetemistában több volt, mint a statisztikában ez lenni szok. És főleg, ami nagyon fontos, hogy nem volt köztük bűnöző. Tudnék, ez is egy, sajnos egy jellemzője a hospitalizmusnak, hogy kb. 30%-a azoknak a gyerekeknek bizony bűnöző környezetbe kerül, és könnyebb őket elcsábítani erre az útra. Úgyhogy mindazok, akik a Lóci után lehetett tudni, hogy mivé lettek, nem volt köztük bűnöző. Ez nagyon fontos, hogy végeztek egyfajta utánkövetést is a gyerekekkel, tehát nem egyszerűen a jelenben figyelték meg őket, hanem hosszú éveken keresztül figyelemmel kísérték az ő életüket, pályafutásukat. Most arra kérném, hogyha néhány mondatban kéne összefoglalni, hogy mi is ez az irányzat tulajdonképpen, mi ez a szabad mozgásfejlődéses irányzat, akkor ezt hogyan lehetne megtenni, tehát hogyan tekint ez az irányzat a csecsemőre, milyen kompetenciákat tulajdonít neki, milyen az a gyerek, aki még nincsen elrontva. Nem szeretem az elrontva kifejezést. Erről volt szó. Ezzel kezdem. Nincs ilyen, hogy elrontva. Sok nevelési tendencia létezik, nagyon sok rendes ember nő föl más módon is, mint ahogy azt a Pikler javasultam, úgyhogy nincs arról szó, hogy csak az egyetlen dolog létezne. Ön nem tudom, hogy nevelték, de lehet, hogy nem Pikler ilyen, és mégis itt van, és komoly dolgokat végez. Tehát sokkal több olyan gyerek van, akit nem Pikler nevelt, és mégis rendes ember lett belőle. Tehát ez egy fontos alaptétel. De ezen belül, ezen kívül. Tehát úgy mondanám, hogy Pikler számára a gyerekkép, amit ő kidolgozott, amit ő magának kidolgozott, amit javasol nekünk, különbözik a kultúránkon belül elfogadott kulturális képpel. És ez a különbség, ez a következőkben nyilvánul meg. Egyrészt az újszülött kortól, tehát egész pici gyerekkortól a gyerek aktív. Aktív abban, ahogy a világot megpróbálja megérteni, ahogy körülnéz, ahogy kísérletezik, ahogy érdeklődik mindenféle szempontból. Kezdetben minél az egész pici korban azzal kezdi, hogy saját magát próbálja megismerni, ez az első három hónapnak az aktivitás tartalma. Ugye mutatom a könyvet is, hogy aktív gyerek gondolkodó felnőtt, ez a könyvnek a címe, nem véletlenül. Tehát ez az aktív gyerek természetesen megadják neki a lehetőséget, hogy aktív legyen. Ebben az aktív gyerekképben talán a leglényegesebb, én úgy érzem, hogy az egyik leglényegesebb szempont, hogy a gyerek kezdetektől kezdve kezdeményez. Tehát nem csak azt fogja tenni, amit a felnőtt provokál. Nem csak azt fogja tenni, amit a felnőtt kíván, nem csak azt fogja tudni, amit a felnőtt megtanít neki, hanem nagyon sok mindent, egyrészt ő maga is fog kezdeményezni akár a kommunikációban, nagyon fontos része ennek, hogy a felnőtt figyelmes legyen arra, hogy a gyerek hogyan szól önhöz, az apjához, az anyához, gondozónőjéhez, vagy a másik gyerekhez. És a másik részét, mint iniciatívát lehetne mondani, hogy mindaz a kísérletezés, amit a világ megismerése közepette őt tesz. Tehát egyrészt a tárgyak megismerése, de ennek mind alapja az a bizonyos szabad mozgás, ami annyit jelent, hogy úgy mozoghasson, ahogy az ő saját idejében, saját ötlete szerint, saját lehetőségei szerint, azért azt hozzá kell tenni, hogy szabadon mozogjon. Tehát mindezek kezdeményezéses alapon mennek. Tehát ez a gyerek sokkal komplexebb kép, mint amikor a felnőtt úgy próbálja megtudni, hogy mit tud, hogy provokálja, meg próbálja megtudni, hogy mosolyog-e, hogy egy kicsit megcsiklandozza. Tehát most kicsit szélsőségesen jellemeztem a dolgot, de nagyon fontosnak tartom, hogy arról van szó, hogy a gyereknek nagyon nagy tartalékai vannak ötletekben, gondolatokban, gondolkozásban, viselkedésben, és ez az iniciatív, az a kezdeményezési lehetőség, ez nagyon fontos. Milyen korú gyerekeket vizsgál ez az irányzat? A születéstől kezdve odáig, hogy mondjuk járni kezd a gyerek? Én azt hiszem, most bocsánatot kérek, de megint valami extrém dolgot fogok mondani.
a temetőig. Uh-huh. Ezt azért merem mondani, mert éppen most van egy csapata, akik azzal foglalkoznak, hogy az öregek házában hogyan vezessék rá a gondozókat, hogy az idős embereknek is van még iniciatívája, és hogy hogyan lehet ezt ugyanúgy tiszteletbe tartani. Tehát ez az emberkép, ezt a gyerekképnek mondtam, mert valóban itt erről beszélünk, de az emberképként ez azért ez egy nagyon fontos megfogalmazás. Amit az előbb elmond, igen. Nem, azért mondanám, tehát a Pikler mit tud már a baba, meg a többiet az 0-3 között van, de hát az elvek azok abszolút kiszélesíthetők. Uh-huh. Tehát mindez, amit az előbb elmondtad, ez beleillik abba a filozófiába, hogy komolyan kell venni a gyereket, ugye? Hogy a gyerek az nem egyszerűen egy reaktív lény, pontosan, hanem hogyha odafigyelünk és megfigyeljük, és nem magunkat toljuk előtérbe, hanem megpróbáljuk a gyereket előtérbe helyezni, akkor rengeteg mindent észrevehetünk abból, amit ő nekünk kommunikálni próbál. Szerintem a komolyan vételnek a másik dimenziója az pedig a mozgás. Ugye rengeteg tévhit él azzal kapcsolatban, hogy egy gyerek az milyen, hogy egy gyerek az természeténél fogva esetlen, természeténél fogva ügyetlen, nem baj, hogyha eldől, nem baj, hogyha furán ül, milyen aranyos, hogyha járatni próbáljuk, milyen kis ügyetlenül teszi egyik lábát a másik után. Tehát mit gondol ez az irányzat arról, hogy a gyereknek a kommunikáción túl milyen a mozgása? Hogy milyennek kéne, hogy legyen a mozgása? Pikler mi ezt a 10 éves gyakorlatát arra használta, hogy a szülőkkel együtt figyelte a gyerekeket, de nem akárhogy, olyan körülmények között, amit ő proponált a szülőknek. Mégpedig az volt a javaslat lényege, hogy egyrészt ne ültessék, ne állítsák, ne tegyék székbe, amikor abban nem fog tudni mozogni, tehát a legkevesebb olyan helyzetbe hozzák, amikor a gyerek olyan helyzetet kénytelen felvenni, amit előtt. Tehát ezt azért mondom, ennyire komplikáltam, mert autóban természetesen muszáj székbe tenni. De amint kiszállunk az autóból, akkor tegyük le a földre. Tehát arról van szó, hogy a gyereknek mindenféle körülmények között megadni a maximális lehetőséget, hogy ami mozgás belőle jönne, mint iniciatíva, tehát megint csak kezdeményezés, hogy az mind véghez is mehessen. Ezért szükség van megfelelő ruhákra, amik nem akadályozzák meg a mozgást, szükség van arra, hogy a talaj megfelelően szilárd legyen, az ágyban se legyen a mélyedő matrac, hanem azért mégis nem mondanám, hogy kemény matrac, mert nem tudom, hogy mondanám, hogy nem kemény, de mégis kemény matrac. Megfelelő hely, ami az ágyban például már mindjárt 60 centivel kezdődik, hogy a gyerek a kezével is tudjon mozogni, és utána pedig megfelelő hely, hogyha a gyerek például gurulni akar. Uh-huh. Most erre hadd mutassak egy pici filmet, illetve elkezdünk egy filmet, ami nem igazán pici. Egy pillanat. Ez egy bölcsődében. Azt hiszem, hogy ön ide kell, hogy adja nekem a kezdeményezést. Igen, az jó lenne. Köszönöm meg, hogy nem beszéltük meg előre. Megnézem, hogy itt van. Azt hiszem, hogy most sikerült átadnom a kezdeményezést. Pontosan, tessék, megvan. Már csak azt kell, hogy hajlandó legyen nekem kinyitni. Megvan. Uh-huh. Most már látja. Én látom. Igen. Tehát hogyan él egy 10 hónapos kislány, aki a szokásos normák szerint ugyan, hát ilyenkor már ülni, állni, nem tudom, mit kéne tudnia, de ennél lassabban fejlődik, az iniciatívái mind másképp alakultak, és most így éli a mindennapjait, uh-huh. aminek egyrészt a lényege, mint például ez a csodálatos megfordulás, a rugalmas élet az, hogy a tónusa milyen szépen van eloszolva, hogy minden mozdulat, amit kezdeményez, az valóban meg is tudja tenni. És ugyanakkor azt is látjuk,
útközben, hogy amit szeretne, azt meg is tudja csinálni. Tehát az előbb is volt a kezében egy játék, most ugyan a társa nem adja oda neki a tárgyat, de nem baj, keresünk egy másikat. Úgyhogy azzal a másik tárgyal a hátán nagyon jól tud még manipulálni, sokkal jobban, mint hogyha esetlenül ül. Uh-huh. Ugyanúgy pedig nyúl, mindenféle mozgása van, amivel mind az izmait is, és kiegyenlített módon az egész teste izmait használja, és tehát mindegyiket erősíti is ugyanakkor, és előkészíti a későbbi mozgásoknak az alapjait. Talán akkor most abba hagyom ezt a kis részt. Igen. Akkor ha jól összegzem a látottakat, ugye az a fontos, hogy a gyerek az a különböző, a mozgásfejlődésének a különböző szakaszait megfelelő idővel és kompetenciával sajátítsa el. Tehát ne siettessük, ne forgassuk, ha nem muszáj a gyereket, ne ültessük fel, mert esetleg eldől, vagy ne legyünk csalódottak adott esetben, hogyha a gyerek kicsit lassabban fejlődik, mint a többi gyerek. Hogyha jól értem... De kicsit másképp fogalmaznék, mert nem azért nem ültetjük fel, hogy ne essen el. Ez is egy ok. De hogy miért esik el? Uh-huh. Tudnélik, a Pickler Emmy már a 30-as, 40-es évek végén már megmondta a 100 gyereknek a tanúsága alapján, hogy a kisgyerek, hogyha megfelelő körülmények között tartják, akkor minden mozgás stádiumot önmaga el fog érni, méghozzá olyan körülmények között, ami a lazasság, ami az ügynep, az ügyesség, ami az egyensúlyérzék, ami a biztonság, ami a óvatosság. És ő úgy gondolta, hogy pszichológiailag sokkal jobban jár az a gyerek, aki ilyen körülmények között mozog. Uh-huh. Ráadásul azt is látta ő is, hogy szó sincs arról, hogy ettől a gyerek elmaradna intellektuális fejlődésében, inkább arról van szó, hogy például a manipuláció, ami egy lényeg ennek a korosztálynak, manipulációt sokkal színesebben tudja végezni, hogyha ő maga tud elmenni a tárgyért, megfogni azt a tárgyát, utána úgy manipulálni vele, ahogy akar. A példában is, amit már láthattuk, hogy a gyerek maga kereste meg a tárgyat, amivel játszani akart, hanem is kapta meg a másikat a társától. Az később megkapta, de ezt most nem hagyom itt végig. Tehát egyrészt, másrészt pedig például úgy manipulált jól ebben a pillanatban ezzel a tárgyal, hogy a hátára fordult. Uh-huh. Tehát abszolút maga választja a helyzetét, és ez a kislány, aki lassabban fejlődött, 14 hónapos korában már járt. Tehát még csak ez sem volt, hogy olyan nagyon lemaradt volna az általános szabályok között. Minden gyereknek van egy saját ritmusa. Most van olyan gyerek, aki az elején például nagyon sokáig marad a hátán, vagy az oldalán úgy játszik, de nagyon komplexen tud játszani, ha ugyanakkor megvannak a játékok körülötte. Van két kolléganőm, aki véletlenül pszichológusok, akiknek mind a kettőjüknek a gyereke 11 hónapos korunkban fordultak csak a hasukra, ami valóban későinek számít. De azt mondták, hogy ismerve Picklert, eszükbe se jutott, hogy nyugtalankodjanak, miután a gyerek a hátán nagyszerűen játszott. Tehát ez a lényeg, nem arról van szó, hogy abszolút bármit csinál a gyerek, hogy nem baj, hogyha csak később fejlődik. Ha ugyanakkor nem játszik jól, ha ugyanakkor nincsen érdeklődése, akkor az a baj, hogy pszichológiailag nincsen motiválva. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor, ha jól játszik, és jó kedvű, és jó viszonyban van a felnőttel, ha akkor respektáljuk a mozgás ritmusát, akkor valóban úgy fog tudni jól mozogni, ahogy azt a természet neki lehetővé tette. Tudnék, erről van szó, ez mondjuk az én doktorátusomnak volt aztán a tárgya, hogy tulajdonképpen ezek az új mozgások mind újabb és újabb fizikai erőkhöz való alkalmazkodást jelentenek. Minden egyes újabb stádium, újabb és újabb koordinációs rendszer dolgoz ki az annak a stádiumnak megfelelő egyensúlynak a megőrzésére.
És ezért van az, hogy nem fog földölni, mert hogyha akkor ül fel, amikor már elérte ezt a stádiumot, akkor a koordinációs rendszer ezt már lehetővé teszi. Viszont, hogyha ezt mi előbb próbáljuk elérni, akkor nem. Mert akkor még nincs meg a koordinációs rendszere, például, hogy harcoljon a nehézségi erővel a törzsének a megtartásában. És hát, rövid lecke volt. És hát ahogy halad előre a gyerek a mozgás fejlődésben, úgy kerül az ő tömeg középpontja, a súlypontja egyre távolabb a földtől, tehát nagyon fontos, hogy kitapasztalja azt, hogy milyen irányba billen, hogy tudja magát stabilan megtartani, hiszen egyre nehezebb lesz ezt az egyensúlyt fenntartani. Az önkönyvéből tudom azt is egyébként, hogy ugye gyakran megy a szülők között a verseny, hogy az én gyerekem gyorsabban fejlődik, mint a te gyereked. Ugye itt a szabad mozgás fejlődéses irányzat szellemében mondhatjuk azt, hogy ez így nem feltétlenül értelmes verseny, hiszen minden gyereknek van egy egyedi fejlődési üteme, ami a későbbiekre nézve nem igazán meghatározó, tehát nem lehet azt mondani, hogy aki gyorsabban fejlődik, abból majd nem tudom, világhírű feltaláló lesz, és aki lassabban fejlődik, abból meg semmi. Sőt, azt is az önkönyvéből tudom, hogy amikor egy gyereknek túl gyors a mozgás fejlődése, most idézőjelbe teszem a mozgás fejlődést, tehát túl hamar föláll, az annak is lehet a tünete, hogy nincs neki elég tere arra, hogy vízszintesen végezzen mozgást, és ezért mondjuk egy szűk járókában, rácsos ágyban elkezd fölfele elindulni, és fölkapaszkodik, és föláll. És akkor az anyuka konstatálja, vagy az apuka, hogy fú, milyen ügyes az én gyerekem, milyen hamar fölállt, holott az a helyzet, hogy nem biztosították számára a mozgáshoz a kellő teret. Ez valóban így van, úgyhogy köszönöm a előadást. Jól olvasta a könyvemet. Azt szeretnék kérdezni, hogy ugye láttuk a képeken, amiket az ön az előbb bejátszott, hogy a gyerek a hátáról a hasára, a hasáról a hátára fordul. Ez már egy, hogy mondjam, nem ez a kezdő szituáció. A kezdő szituáció az az, hogy a gyerek a hátán fekszik, vagy hát, ha jól olvastam a könyvét, akkor azt javasolja ön, ez az irányzat, hogy a gyereket először a hátára helyezzük, holott a hasaltatás az egy időben nagyon gyakori stratégia, megoldás volt. Én beszéltem az édesanyámmal, és ő igen, hallom. Igen, beszéltem az édesanyámmal, és azt mondta, hogy ő is engem hasaltatott. Nem tudom, hogy ez milyen hosszú távú következményekkel jár az én fejlődésemre nézve, de nekem úgy tűnik, hogy ez a hasaltatás, ez egy kicsit olyan, mint a tojás meg a kávé, hogy minden páros évben kiderül róla, hogy hasznos, és minden páratlan évben kiderül róla, hogy káros. Tehát hogyan helyezzük el a gyereket a mozgásfejlődésének a legkorábbi szakaszában? Miért jó, hogyha a hátán fekszik? Miért ne a hasán feküdjön? Hát akkor úgy kezdeném, hogy amikor a Pikler elkezdte a munkáját, akkor szó se volt hasaltatni a gyereket, minden gyerek a hátán kezdte az életét. Ez volt a természetes. És akkor egyszer csak átjött az Atlanti-óceánon az az ötlet, hogy fektessük a hasára, mert az volt az alapgondolat, hogy a hátán nem csinál semmit, bezzeg a hasán, majd emeli a fejét, de átcsinál valamit, és hogy ez milyen jó lesz. Ezek után több helyen ezt előtérbe is helyezték, és akkor például emlékszem egy olyan mozgásleírásra, amikor megmutatták, hogy a hasaltatott gyerek hogyan halad a mozgásában, és például kimaradt az ülés furcsa módon a leírásból, de ez csak egy mellékes dolog. Lényeg az, hogy valóban, aki nem figyel oda a mozgás minőségre, annak valóban tűnhetett, hogy na hát milyen csodás emeli a fejét, és most a napig. Most rögtön az elején arról volt szó, hogy a gyerek aktív születésétől kezdve, akkor, ha ezt az emberek igazán azzal a szemmel nézték volna, hogy Pikler nézte az elején, nem mondanák, hogy az elején nem aktív. Na most a valóban a hasonfekvésnek aztán ezek után, a kezdeti stádiumok után hosszú gondolatok, hosszú akár kutatások voltak, hogy a hasaltatás milyen fontos magában a mozgásfejlődésben, amit nem csak, hogy abszolút igaz, de a pikleri mozgásfejlődésben a leghosszabb fejlődési szakasz. A különbség csak az, hogy mikor kezdje a gyerek. Most az a helyzet, hogy amikor a gyerek a hátán mozog, akkor mindenféle izomzatot és ízületet kigyakorol, beállít, mondanám,
és lehetővé teszi, hogy amikor eljön az ideje az ő szempontjából, Pikleri szempontból, hogy majd beérik az a koordinációs rendszer, amelyik a hasaltatáshoz tartozik, akkor ő hasra fog fordulni saját magától. Most az a, szerintem azért szeretném ezt a filmet mutatni, hogy lássuk, hogy mennyire fontos még a hátonfekvés is. A hátonfekvés közben tanulja meg a gyerek mind a négy végtagjának a nagyszerű használatát. Hátonfekvésben fogja megtanulni azt is, hogy a négy alapizület, tehát a vállak és a combok, és hogyan irányítják a törzsnek a mozgékonyságát, ami aztán alapvető lesz minden további mozgásban, hogy háton a fejét is tudja irányítani, de miután a feje súlya föl van támasztva, mondanám a talajjal, a súlyával nem kell foglalkoznia, tehát nyugodtan használhatja a teljes lehetőségeket. És amikor hasra fog fordulni, akkor már meg fog érni az a rendszer, amelyik a fejét el tudja tartani messze. Tehát sokkal jobban fogja tudni használni azt, hogy a fejét föl emelje. Úgyhogy most mutatok néhány percet abból, hogy mit is csinál. Ja, a lényeg az, hogy ezen aztán jól fog látszani, hogy csak a hátán tudja megtanulni a kezét. Igen, csak itt szabad a kezed. Az egész pici gyerek kezdi egyszer, most széria képem is van, de ezt most nem fogom mutatni, ahogy a gyerek elkezdi fölfedezni először, hogy így milyen érdekes, itt mozog valami, aztán rájön, hogy az az övé, hogy azzal tud bánni, aztán a két kezével játszik, stb. És amint elkezd nyúlni, akkor a hátonfekvés közben fantasztikus módon tudja gyakorolni az ízületeit, mint mondtam, de a kezét is. Tehát ez a kislány még nem fordul hasra. Az oldalán látjuk majd, hogy hogyan játsz. Azt is láthatjuk, ahogy a szem-kéz koordináció alakul, meg ahogy a fejét tudja fordítani abba az irányba, minden görcsösség nélkül, amire éppen szüksége van. Tudnélek, a hasaltatásnak az egyik hátránya, a legfontosabb hátránya pontosan azért, mert emelni kezdené a fejét, pontosan ezért, mert még nincs meg a koordinációs rendszer, csak úgy tudja a hason felemelni a fejét pici korába, ha megfeszíti az egész házizom hosszat, aminek a következtében jön létre egy lerövidített nyak. És ez, ami később a törzset is merevvé teszi, és ezért nagyon sok ügyetlenségnek ez mind az alapja. Tehát az végtagjait se tudja használni így eredetileg, és pont az ügyetlenségekből derül ki, hogy mi minden tanul meg éppen a hátán, mielőtt a hasára fordulna. Tehát mondhatjuk azt, hogy a gyerek akkor attól válik ügyetlenné, mert különböző olyan helyzetekbe kényszerítjük bele, amikben ő nem érzi magát komfortosan, és amik ez a nincs meg az eszköze, hogy megtartsa magát biztonságosan? Nincs meg az eszköze, hogy megtartsa magát. Uh-huh. Abszolút ez a helyzet, és valóban úgy, ahogy addig még a gyerekek a hátán feküdtek, az volt a 25 korban az volt a szöveg, hogy hát ne ültessük, ne állítsuk, mert az arra még éretlen. Most, hogy a hasaltatás ennyire sok helyen bejött a divatba, azt mondhatjuk, hogy a hasaltatás is egy túl korán ráerőszakolt helyzet, hiszen tudjuk, hogy minden gyerek hasra fordul akkor, amikor erre érek. Na most hozzá kell tennem egy furcsa dolgot, hogy egyik országból a másikra, ahogy ő mondta, ön azt mondta, hogy hétfőn vagy kedden, én azt mondanám, egyik országból a másikba. És Franciaországban 17 év után kiderült, hogy a hasaltatás nemhogy megállította volna, hanem megsokszorosította a hirtelen bölcsőhalált. Amint az orvosi társadalom bejelentette, hogy kérjük a gyerekeket a hátukon altatni, legalábbis altatni, egyszerre két év alatt 60%-kal csökkent a bölcsőhalál. Tudjuk, ezt meg kell mondani, hogy még ma sem tudják pontosan, hogy a bölcsőhalálnak mi az igazi oka, de a hasaltatás minden esetre megerősített bizonyos dolgokat, több volt a bölcsőhalálban hasonló. És a másik dolog, hogy például Amerikában úgy tudom, hogy manapság az a helyzet, hogy a gyerek ugyan aludjon a hátán, de amint fölébred, tegyük hasra.
Hát pont akkor dolgozza ki ezeket az ügyetlenségeket, amiről az előbb beszéltem, tehát a megfeszített, hátrafeszített nyak és a feszült görcsös törzs. Uh-huh. Láttak egy vidám gyereket. És itt a képeken, ugye, ha jól gondolom, azt látjuk, hogy nagyjából így néz ki az, amikor megfelelő mozgástere van egy gyereknek, tehát van tere mozogni, van tere gurulni, az alátámasztás az viszonylag stabil, nem túl puha, nem túl kemény, és hát... Jól van pelenkázva. Jól van pelenkázva. De és a ruhája nem akadályozza a mozgásában. A csípőjét nagyszerűen tudta mozgatni, valóban. És ugye a harmadik pedig, ami nekem feltűnt, hogy nincs ott a szülő vagy a gondozó, hogy ott szórakoztassa a gyereket. Nem unatkozik a gyerek, hogyha nem szórakoztatják folyton? Nem kell őt szórakoztatni, kezébe adni ezt, azt gügyögni neki? Nem. Hát persze ezt elég nehéz elfogadni, hogyha az ember úgy nevelkedett, és maga körül azt látja, hogy ezt így kell csinálni. De pont erről van szó a Piklei új gyerekképben, hogy a gyerek maga iniciatívájával, tehát ez a gyerek is senki nem szólt, mondta neki, hogy mit csináljon, csak amit a felnőttet úgy öltöztette, olyan helyre tette, úgy gondozta előtte, hogy ilyen vidám legyen, és oda tette köré a csodás játékokat. Csodás, amennyiben pontosan megfeleltek a gyerek érdeklődésének. Nem ugyanezzel foglalkozni egy gyerek 14 hónapos korában. De tehát erről van szó, hogy a felnőtt teremt egy környezetet, és ezt úgy mondhatjuk, hogy ez indirekt stimulálja az aktivitást. Azt mondhatnánk. Tehát indirekt. A gyereknek abszolút nincs szüksége arra, hogy a felnőtt mondja neki, hogy csináld, vagy ne csináld. Sőt, na most ez az egy gond. Hogyha egész pici korától kezdve a felnőtt úgy képzeli, hogy a gyerek unatkozik, és folyton szórakoztatja, akkor ez tulajdonképpen egy olyan effektus, mint a drog, mint a kábítószer. Tehát a gyerek hozzászokik, hogy ő csak akkor fog valamit csinálni, hogyha őt erre stimulálják. Aminek a következménye az, hogy elveszti ezt a kezdeményező készségét. És valóban, tehát egészen mondhatnám, hogy jogosan fogja mondani, hogy most eddig miért tetted folyton, hogy én csináljak valamit, és most egyszer csak nem csinálsz semmit, most akkor mi lesz velem. Tehát az lehet, hogy elveszük tőle ezt a kezdeti nagy érdeklődési lehetőséget. És tényleg, hát akár a dédunokámmal láttam, hogy az anyuka milyen csodásan természetesnek vette, hogy a gyerek jól érzi magát, amikor egyedül játszik, és emiatt aztán a gyerek nagyszerűen játszik egyedül. Uh-huh. Tehát ez itt van az, hogy komolyan venni a gyereket. Ez a kislány is, milyen fontos volt neki minden kis mozdulat, hogy figyelte, hogy nézte, hogy odért, hogy ez mind az, hogy komoly. Neki nagyon komoly. Miért ne vegyük komolyan? Ez egyébként a későbbiekre is kihat? Tehát az a gyerek, aki ilyen korai életszakaszban megtanul játszani, az mondjuk 6-8-10 éves korában is hatékonyabban tudja magát elfoglalni, vagy ilyen utánkövetést nem végeztek? Nem így mondanám. Tulajdonképpen, hát mondjuk inkább ez egy általános tudás, hogy természetesen minden, amit jót összeszedünk gyerekkorunkban, sajnos néha rossz is, kihat a továbbiakra. De arról, hogy csak az hat ki, erről szó sincs. Hát 3 éves korában, mit tudom én, óvodába kerül, van egy szomszéd gyerek, aki amolyan, van egy betegsége, szóval ezt így nem lehet kimondani. De hogy minden, amit pici korában az ember összeszed, valahol az megvan. Ha jól tudom, Pikleren mit érték olyan kritikák, miszerint ez a gyereknek a elhanyagolása tulajdonképpen az ő filozófiája, az ő gyerek képe, hogy a gyereket magára hagyjuk, és akkor hagyjuk, hadd csinálja, amit akar. Erről szó sincs. Inkább arról van szó, hogyha jól értem, hogy a gyereknek a saját magával töltött ideje, és a szülőnek a gyerekkel töltött ideje viszonylag élesen elkülönül. Tehát vannak pillanatok, vannak percek, órák, amikor hagyjuk a gyereket, hogy saját maga fedezze fel az őt körülvevő világot, de mégis szükség van a szülőnek a gondoskodására. Hogyan kapcsolódik a szülő a gyerekhez,
a gondoskodásnak a pillanataiban? Hogyan válik el a gondoskodás és a gyereknek az önálló iniciatíván alapuló foglalatossága egymástól? Hát tulajdonképpen, hogy is mondjam, ha egy kicsit utána gondolunk, a legtermészetesebb, hiszen pont a gondoskodás közepette van a gyerek a leginkább kitéve annak, hogy ő vele foglalkozzanak, hogy ő maga is érezze magával, és a felnőttel kapcsolatban, hogy ő vele mennyire gondoskodnak, hiszen a testéről van szó. Mindenféle nívón, tehát az etetésnél épp úgy a testéről, a saját fizikai jólétéről van szó, mint amikor karba vesszük, vagy amikor pelenkázzuk, vagy amikor fürdetjük. Tehát ha ezekben az időszakokban, amikor amúgy is együtt vagyunk, egyrészt ez egy olyan helyzet, ami például intézeti vonatkozásban borzasztó érdekesen lett megszervezve éppen a Pikla intézetben, hogy akkor a felnőttel intim kettesben van a gyerek. És ez az intim kettesben együttlévés, ha ugyanakkor a felnőttben megvan ez a gyerekkép, tehát mindaz a igyekezet, hogy én most nagyon figyelek rád, tehát minden, amit te nekem mondasz, az újszülött gyerek, hogyha fölemelem a karját és feszít, akkor megpróbálom megoldani, hogy így emeljen föl inkább a kezét. Ha a picit nagyobb gyerek nem nagyon kedveli, hogy letörüljem az arcát, ezek ilyen szokásos pillanatok, akkor azt mondom neki, hogy miért csak most meg fogom tűnni a profidat. És akkor a gyerek így csinál. Úgyhogy ezek után meg, amikor például itt most elővettem egy képet egy pillanatra, hogy milyen módon a felnőtt ugyanakkor érdekli a felnőttet az is, hogy a gyereket mi érdekli. Itt ezen a képen azt hiszem nagyon jól látszik, ahogy a felnőtt és a gyerek együtt vannak ebben a gondban, hogy ez a gond kikerülni fog-e. De a felnőttnek a kezéből és az arcából, úgy mondanám, hogy egy tudat alatti empátiával figyeli a gyereket, hiszen az arca kvázi ugyanazt a kifejezést pedig nem is látja. És a kezei pedig olyanok, a bal keze nyilván látszik, hogy ő is próbálja a gomb nélkül, hogy is kéne megfogni azt a gombot, hogy ez sikerüljön. És a gyerek pontosan érzi, hogy a felnőtt türelmes, próbáld meg, hiszen azért vagyunk itt együtt, de ha nem sikerül, az se baj, ez természetes, ez egy hosszú bánásmódnak a eredménye. Úgyhogy ez például egy gyönyörű kép. Nos, nem tudom, hogy lehet még jobban elmondani. Szóval, hogy fontos tulajdonképpen az, hogy meg legyenek a határok, tehát meg legyen a gyerek játéka és a gondoskodás közötti határ, illetve nem tudom, jól gondolom, mert talán a szülőnek is jobb, hogyha van egyfajta ritmusa, van egyfajta szabályrendszere annak, hogy mikor következik a gondoskodás, mikor következik a játéknak az ideje, és a gyereknek is, ugye főleg intézeti környezetben olvastam a könyvben, hogy nagyon fontos ez a fajta rendszeresség, hogy a gyerek átlássa, megszokja, számítson arra, hogy most mi fog történni. Tehát a határok, a szabályok, a rendszeresség, az nagyon fontos, és nem egyszerűen arról van szó, hogy hagyjuk a gyereket játszani egész nap. Szóval tényleg erről van szó, hogyha ez a bizonyos, hogy komolyan veszem a gyereket, meg hogy tudom, hogy milyen jól fog játszani. Tehát, hogyha sikerült megfigyelnem, hogy milyen komolyan, és érzéssel, és jó érzéssel, és intelligenciával csinálja például azt a főzőkanalat a kisnak, akkor a felnőtt nyugodtan tud más csinálni, mert tudja, hogy ezért és ekkor a gyereknek nincs rá olyan szüksége, hogy ő fizikailag ott legyen. Most ezt egy olasz professzor úgy definiálta, hogy az autonóm, megosztott autonómia. Tehát, hogy a gyerek is autonóm, de ugyanakkor a szülő is teheti a dolgát, és az intézetben pedig még fontosabb, tudnék, hogyha a gondozónő elrendezte a szobát, minden gyereknek a papucsát is, a szalagot bekötötte, stb., tehát nincs gond a gyerekekkel, akkor elmegy az egyik gyerekkel, akinek pont ez most a sora, és úgy tud vele együtt lenni, intimen, amennyire tényleg a gyereknek erre szüksége van, hiszen erről volt szó,
mert tudja, hogy a többiek nem nincsen rá szüksége. Természetesen a intézeti helyzetben azért úgy van berendezve minden, hogy a gondozónő hallja, hogy mi történik. Néha sikerül úgy is megoldani, hogy a gondozónő látja. Tehát, hogyha van valami gond, azért ő jelen van. De a gyerekek is pontosan tudják, hogy ő mostan el van foglalva egy gyerekkel, hisz egy másik pillanatban ő vele van elfoglalva. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos összetevője az egésznek. Ez a szabad mozgás fejlődés, ez hogyan hat ki a gyerekeknek a mentális egészségére és a szociális képességére? Tehát az a gyerek, akinél tiszteletben tartják ezt a fejlődési utat, az jobban együttműködik más gyerekekkel, és kiegyensúlyozottabb lesz mentálisan, és vagy erről ezt nem lehet kijelenteni? Mondjuk nem ennyire direktbe, de emlékszem, hogy a bölcsődei munkám közepette is érezhető volt, hogy azok a gyerekek, akik szabadon mozogtak, egy olyan általános tónussal rendelkeznek, amitől sokkal kevésbé megy fel a pumpa, hogy úgy mondanám, a különböző konfliktusok alapján. Szóval jobban tudnak egymással kommunikálni azok, akik mind így nevelkedtek, míg ez a gyerek, aki életében sok ilyen stresszes hangulatot vagy stresszes helyzetet kell, hogy átéljen, tehát az egész testében valahol különböző görcsök vannak, ezek a bizonyos konfliktusok sokkal erősebben jelentkeznek. Úgyhogy rendszerint az volt a cél, hogy minél elengedettebbek, és minél jobban mozgók, és minél többet mozogható gyerekek legyenek később is. Uh-huh. Ha abból indulunk ki, hogy toleránsnak kell lennünk, vagy elfogadónak kell lennünk azt illetően, hogy milyen ütemben, milyen sebességgel fejlődik egy gyerek, tehát nem kell rögtön a problémát keresni, vannak-e olyan jelek, amelyek mégis aggodalomra adhatnak okot, ami alapján azt gondolhatnánk, hogy itt tényleg valamiféle szakemberi segítségre van szüksége, mert a gyereknek a mozgásfejlődése elakadt. Vannak-e ilyen tólig, nem tudom, korhatárok, jelek? Vannak, de őszintén szóval elég ritkán találkoztam velük. Uh-huh. Az egyik leglényegesebb összetevője, amit már az előbb mondtam és aláhúztam, hogy addig, amíg a gyerek jól játszik, tehát szívesen, örömmel, valóban kezdeményező, addig nagyon sokáig nem kell nyugtalankodni. De ugyanakkor a szabad mozgásnak is megvan a, úgy mondanám, stílusa. Tehát nekem például elég komoly experience tapasztalatom van, vastag tapasztalatom van, jól mozgó gyerekek nézésében. És például emlékszem egy esetre, amikor egy kisfiút hívtak, hogy nézzem meg, hogy mi van, és konstatáltam, hogy a mozgásában például az egyik karja egy kicsit akadályozottabb. Akkor azt hiszem volt 14 hónapos, és amikor ez egy csecsemő otthonban történt, ahol a rossz körülmények között lévő gyerekeket eltanácsoltak otthonról, és valóban a röntgenen kiderült, hogy ennek a kisfiúnak volt törése, uh-huh. előzőleg, amit nem kezeltek, amit nem tudtak. Tehát ilyesmi van. Na most természetesen aztán vannak más gondok is a mozgással, de meg kell mondjam, sok helyen, sok olyan terápiás hozzáállás van már, hogy akik a motorikus gondokkal élnek, azoknak is az, hogy hagyni nekik, hogy megtalálják a saját képletüket, hogy mondjam, a saját felállásukat, fontos lehet ahhoz, hogy az mindennapi életben, ahhoz, hogy ha van akaratuk, ha van motivációjuk, ha van valami készségük, hogy valamit szeretnének csinálni, ha szabadon hagyják abban a helyzetben mozogni, ami az övé, akkor ezt az akaratát jobban végre tudja hajtani, mint hogyha mesterséges helyzetbe tesszük. És nem tudom, van-e idő rám mutatnék egy súlyosan beteg kislánynak a egy pillanat. Nem, ja jó, de rendben van. Nem nyitotta ki, de megkinyitotta. Tehát ez a kislány 4 éves korában került a Ekvátorban van egy ilyen csodálatos csecsemő otthon,
És akkor már olyan helyzetben volt, hogy mint egy fadarab, csak úgy tudta tartani magát, és nem hagyta, hogy hozzányúljanak a felnőttek, annyira sok rossz élmény érte addig a sok terápiával. És ezt a kislányt is letették a földre. Ugyanakkor a gondozása nagyon sok, nagyon fontos körülményt, tehát az, ahogy azt a Park doktornő mondta valamikor, hogy ugyanazt csak sokkal jobban a gondozásában, mint a többiekkel, ezt kapta. Úgyhogy ez a kislány néhány hónap alatt elsősorban a legfontosabb dolog életkedvre kapott. Most szeretné megfogni ezt a babát. Látjuk a kezén, hogy milyen súlyos állapotban van, majd mindjárt a profiát is fogjuk látni. Ha odaadnánk neki a babát, akkor mindez az öröm, ami most lesz, nem lenne. Láthatjuk, hogy milyen akarat, milyen fantasztikus akarattal szeretném megszerezni ezt a babát. Igen, de hogy mennyire görcsös és kifordult testhelyzetben próbálja kivitelezni ezt. Ez az alaphelyzete, és ez már egy előny, mert régebben csak így tudta magát tartani, hogy lesz szükségben. Na, megvan. Most láthatjuk szemben is, de az a mosoly, amit majd itt mutat nekünk, mondhatnám, hogy megfizethetetlen. Emberi mosoly. Boldogság, hogy sikerült. Ez a kislány most már egy intézetben van, és fölült és fölállt, szóval. De szóval hasonló módon nagy szemben körülvették mindenféle gondoskodással. A különböző tesztek, orvosi vizsgálatok a gyerekek mozgásfejlődésével kapcsolatban, illetve a közösségi médiában zajló ilyen verseny, kompetíció a szülők között, ez nem kelti azt a benyomást, hogy az én gyerekem nem jól fejlődik, az én gyerekem el van maradva a többiekhez képest? Szerintem nem lehet ezt másképp megoldani, mint nagyon figyelni a saját gyerekét. Hát, ha a saját gyereke boldog, jól érzi magát, úgy játszik, mint amiket itt láttunk, nem tudom, ha mutassak-e még, jól, tudom én, egy 14 hónapos kislányt, nem is tudom, mikor jött föl, de hogyha egyszer jó, ha meg rengeteg tárgyat adtak a közelébe, és olyan ülőhelyzetben van, amit milliószor tud változtatni jobbra-balra, itt az, nem tudom hány percen keresztül, 6 percen keresztül játszik teljesen egyedül, de minden ötlete van közben, hogyha így látja az ember a gyerekét, akkor nem biztos, hogy beszélnék a másikkal, hogy járjon el. Tehát miért kéne, hogy járjon, mikor ilyen nagyszer, majd fog járni aztán. Nagy gonddal csinálja, amit csinál, mert meg van gondolva, ki van gondolva, mindenféle történik. És a kicsit odébb teszem, mert itt már megint más csinál, mert megint újabb ötletei vannak, tehát nincs időnk, hogy az egész filmet végignézzük, pedig csodás. Csak azt akarom még megmutatni, hogy a végén pedig négy kéz térd megy, mert járni még nem tud. De milyen szépen tudja változtatni az ülőhelyzetét, szó sincs róla, hogy fölboruljon, és ami a szociális dolgot jelképezi, most megy az anyukájához, és oda akarja neki adni a játékait. Úgyhogy szóval szerintem ez fontosabb szempont, mint az, hogy mondhassam a szomszédomnak, hogy ő már áll, jár, vagy bármit csinál, hogyha azt ráadásul ügyetlenül. De azt hiszem, hogy az egyik fontos dolog eleget nézni jól mozgó gyereket ahhoz, hogy tudjuk, hogy ügyes. Hogy valóban értékeljük azt, hogy milyen ügyes, milyen óvatos, milyen nagyszerűen tudja megtalálni.
Vagyis ha én komolyan veszem a gyereket, és közelről aprólékosan figyelem meg az ő mozgásának a fejlődését, akkor olyan apró fejlődéseket is láthatok, amit egyébként nem vennék észre. Igen. És ha nem figyelnék oda, akkor esetleg egy, kétségbe esnék, hogy hát ez a gyerek nem tud semmit, nem fejlődik rendesen. Kettő, szintén kétségbe esnék, hogy a szomszéd gyerek az gyorsabban fejlődik, hiszen az ő anyukája, apukája őt megfigyelte, és elújságolta, hogy milyen dolgokra képes a gyerek, holott a különbség lehet, hogy csak annyi, hogy a szomszéd szülő jobban figyeli a gyerekét, mint mondjuk én. Na most ez egy fontos dolog. Többek között, hát dolgoztam a bölcsődékben is, és tudom, hogy mennyire fontos volt, hogy ahhoz, hogy a gondozónők és a szülők letegyenek arról, hogy csak a következő stádiumot várják. Mert a várási idő néha hosszú. Uh-huh. Tehát, mit tudom én, a négy kéztértől a felállásig, az lehet hosszú. Uh-huh. De hogyha csak azt várom, miután föltérdel, csak azt várom, hogy felálljon, az egy hosszú üres idő. De ha azt figyelem, hogy az alatt mi mindent tud egyre jobban és egyre harmonikusabban és egyre gazdagabban csinálni, akkor ez egy betöltött idő. Tehát akkor már nem várom ugyanúgy türelmetlenül a következőt. Úgyhogy ez nagyon fontos, amit mond, hogy megfigyelni mindazt a sok apróságot, ami újdonság van. Ráadásul az ilyesfajta megfigyelésnél sokkal hamarabb észreveszi az ember, ha valami gond van. Például nem igazán érti meg egymást a gondozónőjével a bölcsődében. Vagy az anyuka éppen deprimált egy kicsit, és akkor vagy nem. Szóval ilyesmi előfordul, és azt a gyerek rögtön reagálja. De én aprólékos megfigyelésnél azt mi látjuk. Azt ők látják, az ülők látják. Van annak a kérdésnek létjogosultsága, hogy ez egy demokratikus irányzat, abban az értelemben, hogy ez mindenki számára nyitott ez a lehetőség, és nem tudom, különböző kulturális kontextusokban hogyan fogadják ezt az irányzatot? Hát, hol dolgozom? Dolgozom Európában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Kínában még nem mentem el, már meg vagyok hívva. Mindenhol, ahol emberek nyitottak erre, ehhez a hozzáállás, erre a hozzáállásra, a gyerekek ugyanazt csinálják. Tehát a gyerekek reakciója felnőtt ilyesfajta hozzáállásához abszolút egyöntetű, mégpedig pontosan azért, mert ezt a természet adta az emberi fajtának, hogy egész picikorától képes legyen az egyensúlyára és a biztonságára vigyázni. És ez pontosan ezen a mozgásrendszeren keresztül érhető el. De jó, hogy az egyensúly szót mondja, mert szerettem volna rákérdezni konkrét példákra, ami ezek egy része a könyvben is szerepel, hogy a szabad mozgás fejlődéses irányzat szellemében megközelítve milyen problémák merülnek fel. Például akkor, hogyha a gyereket manapság divatos tevékenységre, babaúszásra visszük. Ja. Azt hiszem, hogy egy hosszú fejezet szól a babaúszásról, ugye konkrét megfigyelésekkel. Igen, igen. Az főleg azért, mert a különböző okfejtéseket próbálom ott körülírni. Igen. Tehát, ami önmagában az én hozzáállásom, hogy persze, hogy vihetjük a gyereket a vízbe, én is imádtam úszni, és van is egy plecsni. Tehát a víz az egy csodálatos közeg, de az, hogy rögtön újszülött korában, vagy egész pici korában, amikor még egyáltalán se ülni, se állni, se forogni nem tud, talán nem olyan sürgős, hogy úszni viszont tudjon, annál is inkább, hogy nem mindig figyeljük meg, hogy maga az elmerülés például mennyire mekkora szorongást okoz, hiszen ott aztán már nem lehet levegőt venni, szóval ebben valami van. Hát önmagában véve azt nem kedvelem, amikor nem erőszakosan, hanem a felnőtt örömére úsztatjuk a gyereket, és nem a gyerek örömére. Tehát miért ne, és vannak ilyen tendenciák, hát erre, amikor én kezdtem úszni, akkor ugyanez volt a tendencia, hogy a gyerek örömére menjen a dolog. És most is, tudom, Argentinában van egy nagyszerű valaki, aki, és itt Franciaországban pedig egy még nagyszerűbb valaki, aki könyvet is írt erről,
hogy mennyire lehet a gyerekre rábízni, hogy hogyan barátkozzon meg a vízzel úgy, hogy az igazi barát legyen, ami nem feltétlenül úszásig vezet, hanem a víz, mint baráti elem. És nagyon fontos erre azért figyelni, mert a gyerekeknek nagyon különböző hozzáállása a vízhez. Hogyha egyöntetően mindenkit ugyanúgy kezelünk, abból az valószínű, hogy egyik-másik nagyon rosszul jár. Mit gondol a gyerekeknek a csiklandozásáról, a gyereknek a dobálásáról, játékos célzattal? Hát a dobálás az eleve halálos veszélyes. Franciaországban egy évben 10 haláleset is van, mert amikor földobjuk a gyereket, és elkapjuk, a feje hátra billen, és itt egy súlyos sérülés éri a tarkónál. Tehát ez eleve egy zöldség, és a zöldség ez nem ennél sokkal több. Tehát mondhatnám kvázi, hogy bűn. Mert a felnőtt akar örülni. Na most a másik, hogy a csiklandozás, az egy másik ilyen, ami megtéveszti a felnőttet, hogy a gyerek nevet. De ha odafigyelünk, hogy milyen nevetés, ez nem ugyanaz a nevetés, mint az a kislány, akit az előbb láttunk, ezt a súlyos kislány. Az a boldog mosoly, amit a csiklandozásnál provokálunk, az egy tónusos nevetés, tehát valami, ami az izom végződéseknek az irritációjából ered. És hogy ez mennyire igaz, hogy ha egy csiklandozást sokáig viszünk, akár a felnőttnél is, ha sokáig folytatjuk, akkor a végén, amikor már végleg nem tudja ezt a feszültséget menedzselni az illető, akkor zokogásba tör ki, mert ezt a feszültséget már nem tudja feldolgozni. Úgyhogy ez egy olyan feszültség, ami tulajdonképpen szenvedés. És erre rendszerint, amikor erről én beszélek, mit tudom én, a képzéseken lévő emberekkel, rendszerint megérdeklődöm, hogy ki szereti, hogyha csiklandozzák, és nagyon kevesen szoktak jelentkezni, mondhatnám senki. És néha, emlékszem, volt egy olyan illető, aki felháborodott, mikor mondtam, hogy ne csiklandozzuk a gyereket, mert ő boldogan csiklandozta a sajátját. És hát az egész gondolatmeneten végigmentünk, és akkor egy évvel később találkoztunk, és ő volt a legmotiváltabb harcosa a csiklandozás ellen. Uh-huh. Mert azt mondta, hogy megnézte, meghallgatta, odafigyelt, és látta, hogy mennyire igazam van. Uh-huh. Tehát az csiklandozás az egyfajta szenvedés. Uh-huh. Nem véletlen, hogy a gyerek kéri, szokták mondani. Tudnék, ha kéri, akkor tudja, hogy jön. Ha nem kéri, és váratlanul éri, akkor még nagyobb a szenvedés. Ez ezért kéri. És most ami a nevetést általában tesek. És még kiszolgáltatottabb lesz a felnőttnek. Pontosan. Úgyhogy például, ha egy gondozásnál valaki a gyerekét csiklandozza, akkor megláthatja majd, hogy a gyerek nem mer háttal lenni neki. Mert nem tudja, hogy mikor jön az, hogy megcsiklandozzák. Ami igazán kár. Tehát mindez olyan, hogy mutatja, hogy ez nem igazi öröm. Nem olyan öröm, aminek az ember örül. Most vannak más dolgok is, amikor, mit tudom én, fölvízük a gyereket ülésbe, meg kölcsönös szociális helyzetek, amit az ember úgy gondol, na hát a gyerek, hogy örül neki. Egyrészt a gyerekek sokszor nem tudják, amikor rossz a közérzetük, hogy ennél jobb is van. Ez természetesen csak akkor tudják, amikor van, és ezen belül van is olyan gyerek, aki nem akceptálja, hogy felültessék például. De hogy miért nevet a gyerek? A gyerek születésétől kezdve a felnőttre van utalva. A felnőttől múlik a túlélése. Tehát kell, hogy úgy reagáljon, hogyha a felnőtt szeretné, hogy ő úgy csináljon, mintha boldog lenne, akkor úgy csinál, mintha boldog lenne, mert kvázi meg kell hódítani a felnőttet, hogy megkapja mindazt, amire szüksége van. Ez pedig egy genetikusan betáplált, ez a Valló nevű pszichiáter, aki nekem a gondolatom a Picklerrel együtt, ő fejti ezt ki nagyon jól, hogy itt erről van szó, hogy tulajdonképpen a felnőttet meg kell tartani abban a jó szándékban, hogy velem foglalkozzon, és adja meg nekem, amire szükségem van.
Végül egy meglehetősen, hogy mondjam, konfliktusos kérdés, konkrét kérdés, a hordozókendő. Ugye a kötődő nevelésnek a szellemében sokan magukra kötik a gyereket egy kendővel, hogy ugye az anya és a gyereknek a fizikai kapcsolata az nagyon jót tesz a gyereknek. Én persze, ha ki kell menni az utcára, ki kell vinni a gyereket, akkor ez egy működőképes megoldás lehet. Lehet, hogy jobb, mint a babakocsi, nem tudom, mert a babakocsi meg rázkódik esetleg a rossz úton. De mit gondol arról, hogy minél többet legyen szoros fizikai kapcsolatban az anya a gyerekkel, vagy az apa a gyerekkel annak érdekében, hogy nem tudom, harmonikusabb legyen a viszonyuk, vagy erre nincsen szükség? Már a fogalmazásában benne van, hogy erre a felnőttnek van szüksége talán. Ha a felnőttnek erre van szüksége ahhoz, hogy szoros kapcsolatban legyen gyermekével, akkor sajnálnám azt a felnőttet. De mondjuk a gyereknek ez nem okoz problémát? Én úgy érzem, hogy a gyereknek elsősorban mozgásra van szüksége elejétől kezdve. Ez épp úgy igaz magára az aktivitásra és a kezdeményezésre, mint ennél sokkal egyszerűbb dologra, az ízületeknek a fejlődésére. Tudjuk, egy ízület úgy fejlődik, hogy a mozgáson keresztül kapja a teljes ellátását arra, hogy jól működjön felnőttkorban, illetve hogy jól növekedjen gyerekkorban. Tehát a mozgás szükséglet az egy alapvető fiziológiás szükséglet. Most mondhatjuk azt, hogy csak kis időre kötöm oda a gyereket, vagy... Tehát a gyerek jól érzi magát, hát amit láttunk, ahogy mozogtak meg, hát most nem mutattam olyat, aki éppen a szülővel kommunikál, miközben fekszik az ágyába. Tehát ez egy hozzáállás a gyerekhöz. Én nem érzem, hogy ez szükséges lenne ahhoz, hogy egy gyerek, akit igazán szeretnek, vagy egy gyerek, akiről igazán gondoskodnak, tehát például intézetiben, hogy erre szüksége lenne a gyereknek. Ezt én nem gondolom. Ha a felnőttnek erre szüksége van, akkor a gyerek nyilván jobban jár, hogyha ezt csinálják, mert hogyha ez hiányzik a felnőttnek, akkor a gyerek vissza meg a nevét, ez kétségtelen. De ha tudom, én azt hiszem, hogy úgy tudok a legjobban jó kapcsolatba kerülni a gyerekkel, ha nem csak a gondozás közben tudom nagyon jól megfigyelni, hanem azt is meg tudom figyelni, hogy mit csinál, amikor autonóm. Akár úgy, hogy én velem beszélget, miközben fekszik a tárgyába, akár úgy, hogy már elmehetek, vagy illetve nem is megyek el, de nézem, hogy mit csinál. És akkor megismerem, hogy ki ő. És szerintem az emberi kapcsolatnak ez az alapja, hogy ki ő, és ez pedig a megfigyelésen keresztül. Tehát, de most nem akarok senkit sem ezzel azt, mindenki csinálja, ami szerintem legfontosabb az, hogy a gyereke jól legyen. De pont ebben a dologban én nem hiszek, de ez nem jelenti azt, hogy ez nem igaz. Szántó Féder Ágnesnek köszönöm szépen ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy beavatott minket a szabad mozgásfejlődéses irányzat elméleti alapjaiba, és néhány konkrét kérdésben is irányt mutatott. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a beszélgetést, és hát természetesen rövid idő alatt elég nehéz mindent elmondani. Köszönöm. És köszönöm az ön munkáját a könyvbe, mert a fordítás jól sikerült, úgy érzem. Úgyhogy... Köszönöm, mindenképpen belinkeljük majd a könyvet. Jó. Viszontlátásra. Viszontlátásra.